Indul a megy szezon, a napokban már kapható a korai hazai megy, az ipari felvásárlás 150 forint körül indulhat meg a következő hetekben. Szigorúbb adatkezelés. Május 25-től hazánkban is a GDPR szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos. Pályaorientációs nap a Móriczban. Az előadások, kiállítások és bemutatók célja az volt, hogy segítse a diákokat a továbbtanulásukat és karrierválasztásukat érintő döntések tudatos átgondolásában és meghozatalában, illetve képet kaphassanak a különböző szakmákról. A napokban már kapható a korai hazai megy, a Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A magyarországi éves megyfogyasztás 15 ezer tonnára tehető. Az elmúlt néhány évben erősödött a fogyasztás, de továbbra is a megybe főtt a legkedveltebb a vásárlók körében. Az ipari felvásárlás 150 forint körül indulhat meg a következő hetekben. A tavaszi aszályos és a jelenlegi csapadékos időjárás miatt azonban a betakarítása mindössze 3-4 hete lesz a gazdáknak. Idén minden jelentősebb európai megytermelő országban jó termést várnak, és általános jelenség a korábbi szezon kezdet is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra hívja fel a megytermelők figyelmét, hogy a tavaly óta kötelező megyfelvásárlási szerződés a magasabb felvásárlási ár kiharcolásában is segíthet. A feldolgozó üzemek igazából még nem indultak be, van, ahol a cseresznyének a végével foglalkoznak most. A megyre egyenlőre olyan árat mondanak, amivel a gazdák kezdenek barátkozni. Ez egy 150 forintot jelent a beszállítva az üzembe. Nyilván ezek az utcai kereskedők, akiket én nem nagyon ajánlok a termelőknek, ezek igyekeznek minél nyomottabb áron, hallottam már 110 forintot is. A 150 forint sokkal biztonságosabb egy üzembe beszállítva, vagy annak az üzemnek a felvásárlójához eljuttatva, ugyanis a kompenzáció még jön hozzá, ezeknél az utcai felvásárlóknál meg az elmarad, vagy van, vagy nincs, számla nem keletkezik belőle, úgyhogy én szeretném, és az Agrárgazdasági Kamara abban volt érdekelt, hogy már a tavalyi évben is kötelező volt ez a szerződés, ami valójában nem jött létre, és nagyon úgy tűnik, hogyha megint csak van ilyen szintű felvásárlás, akkor mégse veszi ezt komolyan, akkor ezek szerint se a feldolgozó, se aki megtermeli ezt az árut. Idén a korábbi évekhez képest megközelítőleg 20%-kal magasabb megytermést várnak a szakértők, azonban a várható 80 ezer tonna még így sem lesz kiemelkedően magas, hiszen a termőterületek évről évre nőnek Magyarországon. Ebben az évben a sok éves átlagnak tekinthető 65 ezer tonna, illetve a tavalyi 72 ezer tonnás termés után egy olyan 20%-kal magasabb termést várunk, ami azt jelenti, hogy 80 ezer tonna körüli mennyiséget lehet, vagy lehetne betakarítani. Azért mondom, hogy lehetne, mert ebben még a mai napig is nagyon sok a bizonytalanság, ugyanis a tavasz, az április, a május nagyon melegre és nagyon aszályosra sikeredett, ezért a gyümölcs méretek a nem öntözött ültetvényekben még elmaradnak a kívánatostól. Az utóbbi egy-két hét pedig borzasztóan csapadékos, és ez a csapadékos, párás, meleg időjárás értelemszerűen fokozhatja a gombabetegségek iránti hajlamot, hozzájárulhat a gyümölcsök repedéséhez, kicsattogásához, ami ronthatja a piacra kerülő árualapot. Apáti Ferenc hozzátette, a szokásos 5-6 hetes betakarítással szemben idén összetolódik a szezon, és megközelítőleg 3-4 hét alatt kell majd leszedni az összes gyümölcsöt, a hazai termés minősége azonban kifogástalan lesz. Május 25-től hazánkban is a GDPR szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos, hangsúlyozta Bodó Gergely ügyvéd 35 perc című műsorunkban. Mint mondta, ezek közé tartozik többek között az adatok összegyűjtése és rögzítése, tárolása, módosítása, továbbítása, bármilyen szintű felhasználása. Bodó Gergely kiemelte, a GDPR rendelkezéseit minden Európai Unión belül működő személyes adatot kezelő vagy feldolgozó cégnek meg kell valósítania. Az Európai Unió tagállamaiban működő azon szervezeteknek, amelyek személyes adatokat kezelnek, május 25-e óta a korábbinál szigorúbb előírásnak kell megfelelniük.
Az Európai Parlament, illetve az Európai Unió tanácsa még 2016. április 27-én fogadta el az általános adatvédelmi rendeletet, ami ugyan 2016. május 24-én lépett hatályba, de a két éves türelmi időszak után idén május 25-től kell alkalmazni. A rendelet értelmében a vállalkozások kötelesek tájékoztatni a felhasználókat, amennyiben felhasználják valamilyen adatukat. Ilyen adat lehet a felhasználó neve, címe, születési adatai, az online azonosítók és a GPS hely meghatározó adatok, amiket a mobiltelefonok küldenek. A GDPR alapvetően komoly változásokat tartalmilag nem hoz a jelenleg hatályos vagy korábban hatályos infótörvényhez, azaz a magyar adatvédelmi jogszabályhoz képest. Abban van óriási különbség, hogy az azok a vállalkozások, akiknek kötelező ezt alkalmazni, sokkal kiterjedtebb a köre. Korábban alapvetően a nagyvállalkozók, közszolgáltatások alkalmazták az adatvédelmi szabályokat, most pedig már egészen kis vállalkozások, egy egyfős egyéni vállalkozó is köteles betartani bizonyos szabályokat. A vállalkozások esetében mindenképpen szükséges, hogy az adatok felhasználása jogszerű legyen. A tájékoztatójukban szerepelnie kell, hogy milyen adatokat tárolnak az érintetről, kinek továbbítják azokat, hogy a felhasználóknak milyen jogaik vannak, és hogy kihez lehet fordulni esetleges érdeksérelem esetén. Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy négy fontos dolgot kell végig gondolni minden egyes adatfajta tekintetében. Külön az adatfajta alatt külön értem, hogy a névre, a címre, a online azonosítóra vonatkozólag gondoljuk végig, hogy megvan-e a jogalapunk. Tehát például azért kezelem azt az adatot, mert kötelez rá a adózás rendjéről szó törvény, azt mondja, hogy a számla adatot kezelni kell. Hogyha megvan a jogalapom, akkor mindenképpen tájékoztatnom kell a érintetteket. Alapvetően ez az, ami a legtöbb vállalkozást érinteni fogja. Bodó Gergely elmondta, a vállalkozásoknak érdemes csak azokat a szükséges adatokat felhasználni, amelyek valóban a szervezet fejlődését szolgálják, vagy a tevékenységük tekintetében indokoltak. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamennyi iskolája, a Nemzeti Agrárkamara, a rendőrség és a mentők, különböző helyi vállalkozások, több mint 20 kiállító várta az alsósokat és felsősöket egyaránt a Móricz Zsigmond Általános Iskolában rendezett pályaorientációs napon. Az előadások, kiállítások és bemutatók célja az volt, hogy segítsék a diákokat a továbbtanulásukat és a karrierválasztásukat érintő döntések tudatos átgondolásában és meghozatalában, illetve képet kaphassanak a különböző szakmákról. Ennél az asztalnál a pénzzel foglalkoztak, és alapvető pénzügyi ismereteket hallgattak a diákok a Széchenyi tanulóktól. Míg a terem másik felében programokat írtak, majd robotbemutatót tartottak a középiskolások. A rendezvényre a 20 kiállító mellett 800-900 diákot vártak a szervezők. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola első alkalommal rendezi meg a pályaorientációs napját. Közel 20 látogató, bemutatóra számítottunk, és hál' Isten meg is jelentek. A szakképzési centrum szinte az összes középiskolájával jelen van ezen a programon. A kereskedelmi és iparkamara, az agrárkamara képviselteti magát, a Marsó Kft. A cégek közül, a Michelin Hungária Kft. Jelent meg. A honvédség, a rendőrség, a mentőszolgálat is bemutatót tartott. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyi intézménye itt a Virág utcán teljes létszámban első osztálytól a 8. osztályig, illetve a Vécsei Károly tagintézményünkből is nagyon sok osztály érdeklődő tekintette meg a mai nap ezt a programot. A rendezvény egyik célja az volt, hogy az általános iskolások minél hamarabb megismerkedjenek az őket érdeklő szakmákkal. A középiskolák és a helyi vállalkozások pedig betekintést nyújtsanak az egyes szakmák rejtelmeibe. A itteni diákoknak szeretnénk bemutatni azt, hogy a szoftverfejlesztők mi az, aminek a segítségével tanulnak szoftvereket készíteni. Többek között az Appi Mentort mutatják be a diákjaink, hogy hogyan kell egy telefonos appot készíteni, androidos appot. Nagyon egyszerű elkészíteni ezt, és a fantáziájuk szab határt annak, hogy milyen appokat készítenek. Ezen kívül hoztunk bemutatni kis robotokat, amelyek szintén segítenek abban, hogy a programozást megtanulják a diákok. Tavaly november óta van egy
robottervező, építő és programozó szakkörünk, ahol megtervezzük a robotot, 3D-s nyomtatóval kinyomtatjuk, utána összerakjuk és felprogramozzuk, és ez abban segít a diákoknak, hogy nem csak a képernyőre kiír egy üzenetet, hanem látja azt, hogy ha átírtunk a programban egy sort, akkor jobbra fordul a robot, ha megváltoztatjuk, akkor balra fordul a robot, tehát sokkal kézzelfoghatóbbá teszi a programozásnak a tanulását. A diákok inspirációt és lendületet kaphatnak a szakmákba való betekintéstől, ami a szervezők szerint azért is fontos, mert így megalapozottabban tudnak majd 8. után középiskolát választani, és ezáltal sikeresebbek is lesznek a továbbtanulásban, ahol akár más saját projekteket is vihetnek. Ugye a közgazdasági létnek az egyik alapvető eleme a vállalkozás, a vállalkozói szellem. Ezért alapítottuk a diákvállalkozásunkat, a GEM nevű egyesület keretében. Ők lehetőséget biztosítanak nekünk arra, hogy egész évben működjük, mint egy rendes vállalkozás, egy effektív jogi keretet adnak nekünk, és így diákként tudunk úgy működni, hogy az összes jogi procedúrát, amit egy rendes vállalkozás életében kellene megtennünk, lehetőséget kapunk, keretet árulhatunk, termelhetünk, jelentéseket kell készíteni, könyvelnünk kell, és minden egyéb ilyet. A szervezők elmondták, az iskola további célja az volt a rendezvénnyel, hogy a tavaszi és őszi pályaválasztási időszak mellett folyamatosan a diákok figyelmébe ajánlják a rájuk váró lehetőségeket. Egy rendkívül bonyolult, nem hétköznapi állatkerti beavatkozást hajtottak végre a Nyíregyházi Állatparkban. A 3 éves kis afrikai elefántbika letörte az agyarát, ami a folyamatos fogászati kezelés ellenére is begyulladt, ezért a sürgősen el kellett távolítani. Erre a beavatkozásra a világon csak 3 állatorvos képes. A nyíregyháziak a dél-afrikai Gerhard Steenkampet választották, akivel évek óta kiváló szakmai kapcsolatot ápolnak. Reggel még üres volt az afrikai elefánt kifutó a Nyíregyházi Állatparkban, a késő délelőtti órákban azonban kiengedték Kitót, a 3 éves elefánt kisfiút. Jobb oldali agyara még a helyén van, és lassan nő tovább, de a bal oldali agyarát a hajnali órákban el kellett távolítani. Kis elefánt letörte az agyarát, és mely kis elefántnak is komoly, majd 40 centis agyara van, és hogyha letörik egy agyar, olyan, mint hogyha letörik egy fog, szabaddá válnak erek idegek, ezt muszáj megoldani. Idéglenes töméssel elláttuk, de tudtuk, hogy ennek következményei lesznek, hiszen ez állatkertben elég gyakori, hogy egy elefántbika játszik és letöri az agyarát, és ilyenkor el kell távolítani, és ezért hívtuk meg azt a specialistát, aki Dél-Afrikában már több ilyen műtétet végzett, hogy viszonylag problémamentesen és sikeresen ezt a nagy műtétet hajtsa végre a Nyíregyházi Állatpark 3 fős állatorvos csapatával. A 1,5 tonnás bika már aktívan használja az agyarát. A folyamatos fogászati kezelések nem bizonyultak elegendőnek, hiszen az apró repedésekbe bekerült a homok és gyulladás keletkezett. Annak érdekében, hogy elkerüljék a további fertőzéseket, az állatorvosi csapatnak el kellett távolítani a sérült agyarat. Erre a beavatkozásra a világon csak 3 állatorvos képes. A nyíregyháziak Gerhard Steenkampot választották, aki már közel 50 elefánt agyarának kezelésén van túl. A műtét altatásban történt. Ehhez speciális altatószereket hozattak Afrikából, amihez külön engedélyre is szükség volt. Miután megtisztították az agyarat, eltávolították az ideiglenes tömést, majd speciális műszerekkel megkezdődött az agyar feldarabolása, amit végül 2 részletben teljesen eltávolítottak az állkapocsból. A műtét nagy kockázattal járt. Több szempontból is kockázatos volt a műtét. Egyrészt az emberek miatt, akik lefektették az állatot az altatáshoz, hiszen az elefánt egy veszélyes állat. Mi pedig csak altatásban tudtunk olyan fontos méréseket végezni, amelyek biztosították, hogy ne okozzunk az állatnak a szükségesnél nagyobb fájdalmat. A másik kockázati tényező az volt, hogy valóban kikerül-e minden olyan szövet, ami nem illik oda, hogy ezzel elkerüljük a további fertőzéseket. Kitónak körülbelül 1/2 évig tart majd a felépülés, de mire teljesen meggyógyul, már nem ő lesz a legkisebb elefánt a kifutóban. Aranyérmet szerzett a női ifjúsági röplabda bajnokság döntőjében a Nyíregyházi Sportcentrum. Az erdősnő Balog Erika által irányított együttes a Kecskeméten megrendezett 6-os tornán a Békés Csabát és a Ködöllőt legyőzve jutott a fináléba, ahol ismét a Békés Csabával találkozott. A finálét a nyíregyháziak nyerték 3-1-re.
A junior bajnoki döntőben szerzett aranyat követő hétvégén már Kecskeméten az ifjúsági bajnokság fináléjában lépett pályára nyíregyházi együttes. Erdősné Balog Erika csapata mindössze két helyen változott az előző hétvégéhez képest, így a fiatalabb korosztályban is éremesélyesként várta a döntőt a nyíregyházi sportcentrum. Bár a nagy rivális Békés Csabával kétszer is játszott az NSC, végül veretlenül 4 győzelemmel szerezte meg a bajnoki címet az ifik között a nyíregyházi gárda. Úgy gondolom, hogy ez talán nehezebb volt, mint a junior bajnokság, hiszen már a csoportba is, a nehezebb csoportba kerültünk. Újra Békés Csabával kezdtük az első mérkőzést, 3-2-re sikerült nyernünk. Aztán én úgy gondolom, hogy hál' Istennek a Gödöllő csapatát mind a csoportmeccsen, mind az elődöntőben egy határozott játékkal nyertük. Igazából azt gondoltuk, hogy ha döntőbe kerülünk, az már egy jó dolog, de hát a lányok nem elégedtek meg az ezüstéremmel. Én úgy gondolom, nagyon harcosan játszottak, nagyon együtt, nagyon egymásért küzdve játszottak, és megcsinálták a döntőt is 3-1-re. Még úgy gondolom, hogy talán a döntőt kicsit könnyebben, mint a junior döntőt. A korosztályos válogatott Szabó Lili szerint a Békés Csaba ellen a csoportmeccseken nehezebb dolguk volt, mint a döntőben. Az évben én személy szerint már 5-5-ére kerültem velük össze, és mindig az volt bennem, hogy felmegyek is, megverjük őket, hiszen a sportban bármi lehetséges. Hát én úgy gondolom, hogy az első meccsen, a csoportmeccsen még kicsit félősen játszottunk, de miután ezt megnyertük a döntőben, már nagyobb önbizalommal álltunk fel, és sikerült állva hagynunk őket. Az ifjúság, illetve junior bajnoki címet szerző csapatból többen is a felnőtt együttesek készülnek, sőt játszanak is a Fátum Nyíregyházában. Igaz, az ellenfeleknél is szerepeltek élvonalbeli röplabdázók. Sok ilyen játékos volt a Vasasnál, a Gödöllőnek is a felnőtt keretéből sokan jöttek vissza, Békés Csabából szintén. Sokat jelent, hiszen úgy tudtunk felállni, főleg mondjuk a junioron, hogy kezdő hatból 5 játékos a felnőtt kerettel dolgozott, illetve edzett, illetve játszott végig ebbe a szezonban. Tudták, hogy mit miért kérünk, bármilyen taktikai utasítás volt, azt megpróbálták betartani, úgyhogy ennek ez volt a következménye. A bajnoki döntő osztály csapatában nyíregyháziak közül Kotormány Rékát, Varga Elizabetet és Tóth Fruzsinát választották be a szakemberek. A legjobb edző pedig a bajnok trénere Erdősné Balog Erika lett. A következő szezon már az MB3-ban kezdi a sényői futballcsapat. Sándor Tamás együttese magabiztosan nyerte a megyei első osztályú bajnokságot, majd a feljutásról döntő osztályozó sorsolásán ellenfél nélkül maradva került a harmadosztályba. A sényő ráadásként megnyerte az amatőrkupát is. Kimondva, azzal a céllal vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a sényű, hogy az élen végezve játszhasson az MB3-ba kerülésért. Sándor Tamás együttese szinte tökéletes szezon zárt, mivel 27 győzelemmel, 2 döntetlennel és mindössze 1 vereséggel a második helyezett Nyírgyulajt 18 ponttal megelőzve az első helyen fejezte be a bajnokságot. Az osztályozó sorsolásán Fortuna a sényűiek mellé állt, így már az elmúlt héten eldőlt, hogy ősztől az NB3-ban szerepelhetnek kapacináik. Ráadásként a Magyar Kupában is szépen menetelt a sényű, aminek következtében bejutott az amatőrkupa döntőjébe, ahonnan a serleggel térhetett haza az együttes. Úgy próbáltuk meg ezt a megyei bajnokságot megnyerni, hogy valamilyen szinten már készülünk az NB3-ra, de nem szabad elrugaszkodni a földtől, hiába a kupába ki tudtunk venni egy Kazincbarcikát, egy RKSK-t, vagy akár egy nagyon jó erőkből álló Nagykanizsa ellen meg tudtuk nyerni az amatőr kupát, de ezek nem sorozatba jöttek, ezek a mérkőzések. Ezeken nagyon jól felszívták magukat a srácok, és nagyszerűen teljesítettek. De hát ez, én úgy gondolom, hogy az útnak az eleje ahhoz, hogy MB3-ba nagyon jól tudjunk teljesíteni, ahhoz még sokat kell fejlődnünk. Fodor András az elmúlt nyáron az NB2-es Kisvárdától érkezett sényőre. A rutinos középpályás szerint gyorsan egy hullámhozra kerültek a több helyről igazolt játékosok. Nagyon jó a játékosok alkotják a keretet, igazi nyerő típusúak vagyunk, úgymond. Aztán, ahogy teltek, múltak a meccsek, egyre jobban összeért a csapat, de szerintem NB3 az más szint, más kávéház, és oda azért szerintem még erősítések el kellenek.
Az elmúlt hétvégi évzárót követően pihenőt kaptak a játékosok. A vezetők még egyeztetnek a futballistákkal, néhány távozóra és érkezőre biztosan lehet számítani a felkészülés kezdetéig. 4-én kezdődik a bajnokság, augusztus 4-én, tehát valószínű, hogy július 2-án kezdődik a felkészülés, de már a srácoknak lesz előtte másfél héttel egy ilyen saját egyéni program, amit meg kell majd csinálniuk, és hát onnantól kezdve pedig próbálunk a lehető legjobban felkészülni az NB3-ra. A Sényű a tavaszi szezon hazai meccsének többségét a kemecsei pályán játszotta. Közben felújították saját pályájuk gyepszőnyegét, a rajtig elkészül egy új lelátórész, kibővítik a klubépületet, és készül egy műfüves pálya is. A klub vezetői szerint az első hazai meccsen már NB3-os körülmények várják a csapatokat és a szurkolókat. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. A napokban már kapható a korai hazai megy. A magyarországi éves megyfogyasztás 15 ezer tonnára tehető. Az elmúlt néhány évben erősödött a fogyasztás, de továbbra is a megy befőtt a legkedveltebb a vásárlók körében. Az ipari felvásárlás 150 forint körül indulhat meg a következő hetekben. A tavaszi aszályos és a jelenlegi csapadékos időjárás miatt azonban a betakarításra mindössze 3-4 hete lesz a gazdáknak. Május 25-től hazánkban is a GDPR szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos, hangsúlyozta Bodó Gergely ügyvéd 35 perc című műsorunkban. Mint mondta, ezek közé tartozik többek között az adatok összegyűjtése és rögzítése, tárolása, módosítása, továbbítása, bármilyen szintű felhasználása. Bodó Gergely kiemelte, a GDPR rendelkezéseit minden Európai Unión belül működő, személyes adatot kezelő vagy feldolgozó cégnek meg kell valósítania. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamennyi iskolája, a Nemzeti Agrárkamara, a rendőrség és a mentők, különböző helyi vállalkozások, azaz több mint 20 kiállító várta az alsósokat és felsősöket egyaránt a Móricz Zsigmond általános iskolában rendezett pályaorientációs napon. Az előadások, kiállítások és bemutatók célja az volt, hogy segítse a diákokat a továbbtanulásukat és karrierválasztásukat érintő döntések tudatos átgondolásában és meghozatalában, illetve képet kaphassanak a különböző szakmákról. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 12-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk záporokkal. Továbbra is nedves, stabilis rétegződésű levegő tölti ki a Kárpát-medencét. Sekély ciklonális mező alakítja időjárásunkat. Az előttünk álló éjszaka erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar főként az éjszaka során fordulhat elő, heves zivatar is lehetséges. A délnyugati szél időnként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, kevés napsütés valószínű. Zápor, zivatar várható, felhőszakarás is lehetséges. A változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is folytatódik a csapadékos időjárás. A hét közepén egy felettünk hullámzó hideg front hatására sok lesz a felhő, több helyen várható eső, zápor, zivatar, összességében jelentős mennyiségű csapadék várható. A néhány fokos átmeneti lehűlés követően a hétvégén, jövő hét elején már ismét melegebb, de továbbra is záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásban lesz részünk.